Még senki nem nézik, mi van, ne iszkuljál már. De figyeljetek! Roli! Sziasztok! De jó így a fény? Azt nézem, hogy elég erős a fény. Nézd, ezen erősebb. Ezen gyengébb. Melyik, melyik most? Sziasztok! Mi történt? Hát, hogy a fény elég jó. Aha. Elég jó. Há, hello! Jó. Mindent látunk. Szuper. Hang jó? Hallottok? Sziasztok! Kicsit majd lejjebb vesszük a zenét. Hello! Minden látszódik. Hangos vagy halk a zene? Lehet, hogy egy kicsit hangos. Szia! Szupi! Egy kicsit lejjebb vesszük, jó? Jó így a zene, vagy egy kicsit hangos? De én nekem zavar engem. Na, itt vagyok. Hello. Megvárunk mindenkit, jó? Vagy, aki szeretne, az, az lassan be tud csatlakozni, és akkor nem sokára. Jó, hello. Szia, Erika, és 7 éves. Hello, hello. Jó, akkor mindent előkészítettek, ugye? Ecseteket, vizet, papírtörlőt esetleg. Teljesen jól hallunk, szuper. Vízfestékesek, egy kicsit lehet, hogy gyorsabban fogtok haladni, mint mi akrilosok, de nem baj. Most talán lehet egy picit lassabb tempót kell, hogy felvegyünk így a gyerkőcök miatt. Ó, sok 9 éves, szuper, hogy kell nyomtatni. Hát, vagy nyomtatni kell, Ági, vagy felrajzolni a papírra. Ó. Jó, tehát egyszerű felrajzolni, hogyha van akvarell ceruzátok, azzal is fel lehet. A nyomtatás az azért segítség, mert mindjárt mutatom. Tehát így is lehet felrajzolni, hogy itt van a, ugye a rajz, aminek besatíroztam a hátulját, rátettem, és átrajzoltam. Ugye már eleve akvarell ceruzával satíroztam át, de ha grafitotok van, az is jó. Arra figyeljetek, hogy ugye főleg a vízfestékesek, hogy egy kicsit töröljük vissza a radírt, hogy ne legyen nagyon erős a rajz, mert azt szeretnénk, hogy főleg a festék látszódjon, jó? Tehát főleg a festék. Grafitot nem akarjuk a végén látni. Jó, egy perc, és kezdünk egész korok is. 7 és 10. 7 éves. Szuper. Jó. Így van. Tehát én most papírra festek, de aki vászonra fest, nekik is ugyanaz, tehát egy halvány rajzot szeretnénk. Bár az akril az jobban betakarja, az akril festék a rajzot. Most én is papírra festek, mert azt láttam, hogy a legtöbbőtök papírra fest, de akvarell lapra. Tehát azért jó az akvarell lap, ugye, mert nem hullámosodik annyira be. Meg leragasztottam egy picit a szélét egy ilyen papírragasztóval, és akkor majd szépen, hogyha felhúzom, akkor lesz egy kerete az egésznek. Ó, sziasztok! 8 éves, 4,5 éves. Jó, szuper, hogy itt vagytok. Jó? Tehát majd a háttér lesz, mindenképpen az első. Ugye berajzoltuk a fákat is, kétféleképpen lehet lefesteni a hátteret, vagy úgy, hogy lefestjük az egészet, megszárad, és úgy festjük rá a fehér fákat, vagy én most úgy gondoltam, hogy úgy festjük, hogy kihagyjuk a fákat szépen, ha már egyszer ugye felrajzoltuk. Főleg, aki vízfestékkel fest, mindenképpen hagyjátok ki a fákat, jó? Tehát az legyen akkor fehér. És akkor felülről lefele, balról jobbra fogunk haladni. Szia, nem jó a nyomtatónk, ha nincs. Hát, figyelj, Alma, én a helyetekben még előrajzolnám. Tehát lesz időtök, szerintem. Szépen gyorsan előrajzoljatok ezt a rókát, nem olyan vészesen nehéz, mondjuk színes ceruzával, vagy halványan grafittal. Nagyjából rajzoljátok elő, elég csak a rókát, akár. Tehát a fa az már nem olyan vészes.
Így van, tehát hogyha nagyon, nagyon vékony lapra rajzoltok, akkor rárakjátok a monitorra, át tudjátok rajzolni, de ugye festéknél azt szoktam ajánlani, hogy minél vastagabb lap. Ugye annál kevésbé lesz majd hullámos, vagy esetleg akvarellap, ha még nincs, akkor egyébként majd tőlünk is tudtok rendelni. Jó, tehát szerintem lassan akkor elkezdjük, mert nagyon sokan már megvagytok. Jó, tehát azt még el szeretném mondani, hogy Budapesten, Budán vagyunk egy élményfestő stúdió, lehet, hogy már jártatok is nálunk. Most pillanatnyilag zárva vagyunk, de hogyha nincs otthon festőcuccotok, akkor mi tudunk nektek küldeni kész videókat is, tehát oktatóanyagokat is a képekről, mert általában egy képre lehet nálunk jelentkezni, úgy zajlik egy élményfestés, hogy egy képet oktatunk le lépésről lépésre. Ezekről vannak videóink, vannak előrajzolt vásznaink, ecseteink és kiporciózott kis festékeink, és így egy csomagban meg tudjátok őket rendelni, hogyha szeretnétek. Bárhova ki tudjuk küldeni. Üzenetben nyugodtan érdeklődjetek majd. Szlovákiából! Üdv Szlovákiából! Jó? Oké, és akkor 971. Ó. Hi, Insta followers, I'm asking you if you would interested in English language experience painting sessions online, or we could send you videos. So if you are not from Hungary, please tell us and we can discuss it. Jó, tehát most azt mondtam az Insta követőknek el, hogyha esetleg külföldről jelentkeznétek, vagy van olyan ismerősök, akiknek angol anyagra lenne szükségük, oktató videókra és vászonra, festékre, akkor ha van ilyen ismerősötök, akkor szóljatok, és mi segíteni tudunk ebben is. Hol találjuk a sablont? Kérdezi Noémi. A friss posztban találjátok. Most vettem ki egy posztot. Csak a sablon. Tehát sok, sok posztban egyébként, kommentben ott van. Jó. Fú, rengetegen vagytok. Hát ez iszonyat jó. Egyre többen. Jó? Jaj, kaptunk egy mérges fejet. Nem kezdjük azért. Biztos. Mindjárt kezdjük, jó? Rajzoljuk a lapra. Jó, 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 jó. Nyugodtan rajzoljátok, de legközelebb egy picit majd vastagabb lapra tudjátok érdemes festeni, hogy jó megtartsa a festék, de most ugye abból dolgozunk, ami otthon van. Akinek nincs, pedig mondtam, hogy tud tőlünk szerezni mindenféle készanyagot. Állítjuk össze a csomagokat lassan. Sajnos nincsen most élményfestés nálunk, de online mindent tudunk biztosítani. Jó, sziasztok instások! Egyébként Facebookon is vagyunk, live-ban. És hogyha megvagytok, Instagramon is mondom, akkor küldjetek itt is egy lájkot. És akkor kezdjük, de rengeteg lájkot kapunk a Face-en, te jó Isten! Miért? Megyünk 18 perce, mert megvárni mindenkit. Így van, így van, így van, így van. Megakad az adás. Hát nem tudom. Ez valószínűleg a Facebook túlterheltsége. Lehet, hogy a Facebook túlterheltsége. Az otthoni net okozhat ilyen problémákat. Így van, így van, így van. 10 éves. Jó. Jó, tehát akkor kezdjük el szépen a háttérrel. Most akkor úgy fogom csinálni, hogy kihagyom a fákat, balról fentről szépen húzzuk le az ecsetet, vagy sima zölddel, vagy lehet fehérrel is keverni a háttérszint. Rátok bízom, hogy milyen színetek van. És akkor kezdjük. Jó, tehát szépen felülről lefele próbálom egyenletesen egy nagy lapos ecsettel húzni le a festéket. Ugye, aki vízfestékkel fest, annak lényeges, hogy a fehér fákba annyira ne érjünk bele. Mi akrilosok pedig majd később rá tudunk takarni fehérrel, hogy picit esetleg belecsúsztunk. Így szépen pontosan mellette megpróbálom behúzni. És
húzom is lefele az ecsetet. Hogyha úgy érzitek, hogy szárad ki az ecset, a vászon, tehát szemcsés, a vászon vagy a lap, akkor nagyon pici vizet lehet az ecset hegyére tenni. Óvatosan azért ne áztassuk el, mert akkor kicsit ilyen átlátszós, csúszkálós lesz a festék. Jó, minden oké. Szuper. Hátteret? A színkeverést kérdezitek? Mert az a zöldhöz egy picik fehér, és egy kis helyen összekevergetem. Akkor nagyon halk. Amikor visszaölsz, akkor jó a hang. Akkor szerintem tegyük feljebb az egészet, és akkor fölözd a másik szépen. Jó. Megmutatod a hátteret, nem látni. Nem a rókát szeretném. A zenéből, mert attól nem hallják. De hát nem vagyok hal. Jó, egy pillanat, és akkor mindjárt feljebb emeljük, jó? Egy pillanat. Segítsek, jó, másik oldalon. Na! Jó lesz így, srácok? Akkor így magasabban? Jó, ide tettem a vizet, nagyon szeretem a rókát. Jó. Kicsit későn jöttem, nem baj, Rebeka, még csak a háttérnél tartunk, első lépéseknél. Tehát szépen felülről lefele haladok, mindig balról jobbra. Egy világos zöldet kevertem ki, ugye van egy elég erős ilyen zöldem, ami egy kicsit talán rikító. Vissza lehet nézni, igen. És akkor ehhez a kicsit rikító zöldhöz kevertem fehéret, ugye mi akrillal festünk itt a stúdióba főleg. Temperával ugyanaz lehet a dolog menete, úgy vízfestékkel meg szerintem. Hát egy ilyen halványabb zöldet választatok, azzal valószínűleg gyorsabban kész lesztek a vízfestékkel. És akkor a felesleges festéket mindig egy picit lehúzom. Főleg, hogyha a füléhez érek, vagy ugye az állathoz, akkor egy picit bekontúrozom. Így, hogy aztán nehogy belemenjek, de ezt a kontúrvonalat el kell, hogy fessem. Jó. Úgy, hogyha vékony vonalakat akarok húzni, akkor mindig leszedem a felesleges festéket, csak a hegyén legyen. Itt például az arcánál. És akkor megint egy kicsit bekontúrozom. Kérdezik, hogy a fa milyen színűle? A fa az eredetin az fehér egyébként, amin van ilyen zöld bordázottság. Egyébként olyanra festitek, amilyenre szeretnétek, tehát hogy nem akarok ebbe beleszólni, de egyébként fehér. Lehet, hogy már ők meg is vannak, és már a fát festik.
tudod, hogy apró részleteknél lehet egyébként egy kisebb ecset le is váltani. Ha nagyon száraz az ecset, ugye akkor pici víz. Nagyon jó, hogy ennyien vagyunk, és ennyien jeleztétek, hogy jöttök és küldtétek el a fotót az előrajzolt képekről. Boldog voltam nagyon. Ha, szuper a kedvezmény is. Jó. Na, megyünk tovább. Kicsit lehet, hogy lassú vagyok, de igyekszem. Kicsit lassabban? Jó. Oké. Itt voltatok egyébként a másik élményfestésünkön is, amikor a nyuszit festettük, mert ugye az is egy hasonló kép volt. Lesz még az elkövetkező hetekben is lehetőség becsatlakozni. Igen, ez a kép, ez egyébként fent lesz, nem mindegyik van fönn, de ez pont fent lesz, és azt hiszem, hogy szombaton lesz a búzavirágok, de nézzétek meg az események között, az oldalunkon, mert hétfőn meg a Fuji lesz, az is egy tök jó kép. Elég egyszerű egyébként. Volt még ez a piros, csizmás, világos képünk is a múltkor. Az is nagyon jó volt, rengeteg képet kaptunk. Nagyon szeretjük őket megnézni, amiket küldöttök. Hát szerintem egy tök jó dolog ez az otthoni festés. Főleg most, hogy nem nagyon lehet sehova se menni. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki feszített vászonra fest, mert hogyha megvagytok majd a zöld háttérrel, akkor a szélét is érdemes lefesteni, a vászonnak a szélét. Milyen anyagra? Azt mondja, akvarell papírra festek. Mindjárt mutatom a csomagolást. Nézzétek csak egy ilyen mixed médiára, akvarellpapírra. Ez jobb, mint a sima papír, mert tartja szépen a festéket meg a vizet, tehát hogyha nem áztatjuk nagyon el, akkor nem hullámosodik be. Jaj, mennyi szívecske meg like! De jó! Örül a szívem! Igen, én vászonra festem. Ez tökéletes. Az egy nagyon jó dolog a vászonot, nagyon szépen ki tud jönni az akril. Ugye akkor lényeg, hogy a vászon szemcséj teljesen feltörzs, tehát ott mindig a vizet azért újra kell pótolni, hogy szépen tudjon az ecset csúszni a vásznon, és ne legyenek utólag ilyen kis fehér szemcsék. Tehát ott mindig kell azért egy pici víz. Itt lapra nekem most annyira nem. Alig használok vizet. Gyakorlatilag, mert az akril így is elég csúszós. Miért nem látom a kommenteket? Kérdezi Anikó. Valószínűleg le van neki húzva. Lehet, hogy le van húzva? Most sima például a felkasírozó kartonra. Szuper. És akkor felülvannak a kommentek. Le kell... Jó. Itt ez majd hang... Majd ne nyugodtan írd le neki, mert én most nem tudom. Jó, közben majd ír itt a stáb nektek vissza, én most festek, de teljes csapat dolgozik egyébként egy ilyen élőadáson. Nálam elment a hang, szerintem csak nálad, Andrea. De lehetne lassabban. De mondom, nyugi, mert ez még csak a háttér, tehát ez egy csak egy színkitöltés itt. Itt nem lesz olyan vészes még, de várunk egy picit. Balázs 7 éves. Szia!
Hanna Komáromból 7. Na, szupi. A festés a legjobb. Így van, így van, így van. Ez nagyon jó. Örülök, hogy tetszik, Krisztina. Nekünk is tetszik. Ti már befestettétek? Nagyon jók vagytok. Jó. Nem tudom, Nikolett, mivel festettetek. Vízfestékkel lehet, és akkor gyorsabban haladtatok. Tehát lehet az, hogy szárítotok rajta egy picit, hogyha nagyon vizes, vagy igazából ráér most a száradás. Így akrillal, meg temperával egy kicsit lassabban tudunk haradni, meg írták is, hogy egy picit lassabban. Úgyhogy hát próbálunk igazodni mindenkihez, van, aki gyorsabb, vagy van, aki lassabb. Jó, tehát most csak így kerülgetjük a fát, kerülgetjük a rókát szépen ki. Tehát aki esetleg már kifestette a hátteret, az elkezdheti mondjuk a fákat. Ugye figyeljünk, hogy nehogy összefolyjon a zölddel. Tehát akkor célszerű megvárni, hogy megszáradjon. Vízfestékben nem nagyon van szerintem fehér. Ott akkor hagyhatjátok simán fehéren is. Nálunk két kép készül. Mi is vagy... Oh! Jó, hát nagyon gyorsak vagytok, akkor nem tudom. Egy ilyen középtempót belövök, jó? De mondom, hál' Istennek ez most vissza tudjátok majd nézni. Úgyhogy minden oké lesz. Kicsit érdekes ez az állvány, úgyhogy... Valaki kérdezi, hogy barnát milyen színekből tudnak kikeverni. Milyen leírjuk? Mindjárt válaszolunk mindenkinek, akinek tudunk, de... Annyian írtok, hogy... Hogy rengetegen. Próbálunk mindenkinek válaszolni, egy kis türelmet kérünk. Nem vagyunk annyira gyorsak, igen, ezért próbálunk így ilyen közép kategóriát belépni. Jó, próbálunk. Jó, tehát aki esetleg kész van, az mondom, nyugodtan mehet tovább a fákra, meg egy picit akkor előveszitek az eredeti képet, és akkor ott látjátok, hogy vannak benne ilyen bordázott részek. Most csak megmutatom egy-két ilyen elég kis-kevés vonalka lesz majd benne, de ezre is majd mindjárt rátérünk csak. Míg akrilosokkal kitöltjük majd azt a részt fehérre. Jó, kisebb részleteknél ugye váltok ecsetet. Kicsit most útban van a víz. És akkor várjuk egyébként majd az ötleteket, hogy milyen képet szeretnétek festeni esetleg. Ma festettem egy cuki pandát a gyerekeknek egyébként. Most egy picit arrébb teszem. Ó, látszódik a másik fele is. Ja, tehát egyébként próbálok mindig egy irányba festeni. Ha most egy kicsit oldalasan húztam is, utána azért egyenesen lefele lefestem, hogy mindenhol ugye egyforma stílusú ecsetvonások legyenek. Kék és piros. Ja. Ezt a barnára mondtuk, ugye? Mindjárt megmutatom, jó? Vagy a vége fele inkább. Nem tudom. Mikor lesz időnk, akkor behúzom, az is egy egyszerű ilyen gyerkőcös kép, tehát ez bármilyen korosztálynak lehet. Vászonra amúgy iszonyat jól néz ki. Micsoda? Ez a panda, amit most festettem, azt mondom, hogy vászonra mennyire jól néz ki, tehát ott tényleg... Írják, hogy katica,
Katica őzike? Daru? Tényleg? Mekkora ecsettel dolgozom? Ez egy munkácsi, szintetikus ecset. Azt hiszem, hogy 16-os méret. 16-os munkácsival egyébként. Ilyen lapossal. Tehát háttéret általában ilyen lapos fejű ecsettel szoktam. Jó, és ilyenkor például itt a fejénél cserélek gyorsan. És könnyebb bemenni ezekbe a pici részletekbe, főleg úgyhogy most vigyázok, hogy a fába annyira nem menjek bele. Pandát? Fessünk. Sündisznót szeretnénk. Sündisznót? De jó. A fa az egyébként fehér, az eredetén, de ha ti szeretnétek váltani, lehet. Lehet mással egyébként, mondom, az eredetén, ez egy matiné sorozatnak az egyik tagja, ez a róka, mint ahogy a Nyuszi is volt valamelyik nap. És mindegyiknek hasonló a stílusa, a háttere mindegyiknek ugyanolyan. Zöld és fehér fák vannak rajta, tehát hogy most is ezt a stílust fogjuk követni. Cica? Csak nem cicája van a lánynak otthon. Próbálunk egyébként egész sok festést betenni. Most a szerda az, ami ilyen gyerekeknek van. Igen, szóval sok festésünk lesz. Na, mindjárt kész vagyok én is, most már csak pár lépés. És akkor az egyik fele már gyakorlatilag meg is száradt, úgyhogy ott már el is kezdhetem a fákat. Fehérrel. Ja, ne énekeljél. Jó! Oké. Tehát ugye netalántán meg vagyunk a zölddel, akkor majd az lesz, hogy kimossuk, kitöröljük szépen az ecsetet. Mert tudjuk, hogy a akril az ebbe is bele szárad. Aperolt iszunk? Ja, azt írja, hogy esetleg tessünk egy üveg aperolt. Ja? Azt hittem iszunk. Azt lehet, hogy majd inkább egy felnőtt festésre. Én támogatom. Kis állatok. Azt tudtátok, hogy itt volt kis kedvencek festés is nálunk? A Budapén stúdióba, és akkor mindenki elküldte hozzánk a házi kedvencének a képét. Ugye mi előkészítettük a vászonra, és akkor mindenkit megfestette. És nagyon jól sikerültek. Azt mondtad, hogy vissza lehet nézni. Estünk be, később tudnánk. Válaszolsz az Évának, Rozi? Hát úgy van, azt hiszem, hogy befejezzük, és akkor megosztjuk ezt a videót. Tehát, hogyha vége, akkor osztjuk meg. És a videó között. Így van, ott lesz. Na most rengeteg festék van az ecsetemen, de mondom, kimosom, kitörölöm. Acska. Ha belemegyek a fába, hogy lehet javítani? Mivel festesz, István? Hogyha akrillal, akkor megszárad, és fehérrel rátakarunk. Tehát ez se tökéletes még, fehérrel ki fogjuk javítani. Temperával is szerintem ugyanaz lesz, csak ott a fedése azért nem olyan jó a temperának. De ha van nálad egy hajszárító, és majd közben a rétegek között szárítasz, akkor ott sok réteggel be lehet fedni. Jó, akinek esetleg nagyon koszos a vize, az kimoshatja. Veszek elő mindjárt egy új papírtörlőt, és akkor... Kezdem, én most egy kisebb ecsetre fogok akkor váltani. Jó, és akkor aki akrillal vagy temperával fest, az elkezdjük majd a fákat.
javítgatni, festegetni. Kontúrozás is nagy ecsettel festjük. Kontúrozás alatt. Ezt érted, amit itt húzunk? Igen, de ha kényelmesebb, akkor válthatunk egy kisebb ecsetre, ugye pici részleteknél én is váltottam, de utána nagy ecsettel elfestettem a kis ecsetvonásokat, hogy egyformán nagy legyen mindenhol. Jó, oké. Ezt láttad? Nem tudom, lehet, hogy van, amit... Jó. Nem jön be semmi? Hát... Na, tehát aki megvan... Az mehet fehérrel. Ugye, ha javítgatni akarunk, egyenesítgetni a fán, akkor nem nagyon kell majd vizet használni. Jó, tehát most a fehéret annyira nem látjátok, nyilván mivel, hogy fehér papírra festek, de most az esetleges hibákat ki tudjuk javítgatni. Kolibrit. Volt egyszer tényleg itt is kolibri festés. Valaki festett valamit, azt hiszem. Ups. Jó, most egy picit hegyesebb becsetre fogok váltani. Itt már nagyjából megszáradt a háttér. És akkor behúzom még azokat a kis ágakat, amiket esetleg nem hagytam ki. Ez most egy ilyen hegyesebb ecset, azt mondja, hogy szintén Munkácsi 10-es, és akkor egy kicsit átgörgetem a festéken, és a leveleket gyakorlatilag csak ide nyomom, és ez a csepp alakú feje, ez így kiadja a levelet, hogy be is lehet egy picit így a hegyével rajzolgatni. Jó, és akkor amennyi levelet szeretnétek, annyit. Ezek ilyen nagyobbak. Jó. Nagyon szupi lesz. Örülök. Szerintem lassan akkor kész vagytok a háttérrel, ugye? De ha nem, akkor semmi gond, nem kell azért rohanni. Valaki már a fával is kész? Jó. Szuperek vagytok. Picit ezeket így átkenem, átjavítgatom. Mégis csak legyen itt egy kis festék. Én is szeretem ezt a számot. Nagyon szeretek festeni. Hát örülünk neki. Hát a sajnos ilyen netsebesség függő ez a szaggatás. Igen, meg most elég. Most elég sokan vagytok ilyenkor, a Facebook az nem bírja tartani a tempót szerintem. Vízfestékkel? Hát van-e fehéretek? Lehetne egy kicsit lassabban, lehet. Nagyon szép, amit csinálsz. Köszönöm, Anna és Nóri. Nyugodtan szárítsák meg. Jó, tehát
aki vízfestékkel fest, hogy nyugodtan szárítsa meg hajszárítóval esetleg, és hogyha van fehér festék, akkor csak egy pici vízzel próbáljátok felvinni a leveleket. Nagyon-nagyon kevéssel, mert ugye a víz átlátszóvá teszi. Hajszárító. Azt mondom, persze. Hogyha nincs fehér festék, akkor pedig egy valami másik színnel csináljátok a levelet. Jó, igen. És ha szeretnétek, majd akkor iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és akkor küldjük a sok hasznos infót, hogyha ha érdekel titeket, tehát csak akkor. Gondoltam, szólok. Gyerekeknek még mindig gyors a tempó. Jó. A háttér és a fatörzs találkozásánál. Hát akkor szerintem szárítsuk meg, és akkor legyen majd még egy réteg, zöld, hogyha itt egy kicsit átlátszik. A háttér és a fatörzs. Igen. Tehát az akril az át fogja fogni. Csak száradnia kell, mert hogyha nedves rétegek találkoznak, ott ugye elcsúszik a festék. Tehát vagy az, hogy megvárjuk, amíg megszárad, vagy pedig rászárítunk, ugye megy rá egy réteg, olyankor nem nagyon kell vizet használni, hanem csak a festék töményen. Rajzolj is! Tacskót! Meglátjuk, rengeteg kérést kapunk most. Nagyon szerettek nálatok, örülök. Majd valahogy dűlőre jutunk, hogy mi legyen a következő kép. Szoktunk egyébként szavazásokat is indítani, hogy mi az, amit szeretnétek. Van egy személyes csoportunk. Mi is a neve, Rozi? Budapén személyes csoport. És akkor ott szoktak szavazások indulni. Pici vékony ágat csak így ide berajzolok. Mivel tudunk haladni, ha kész a fa és a háttér? Fú, nagyon szuperek vagytok, Franciska, fa és a háttér. Hát azt tudjátok csinálni, hogy a kis arcocskájához, ugye van itt a mellkasa, meg a farkába egy ilyen krémes barnás szín, tehát azt kikeverhetitek és kitölthetitek esetleg. Ugye mindjárt mutatom az eredetit, jó? A világosabbat. Tehát, hogyha van nálatok barna, illetve fehér, akkor azt a két színt összekeverhetitek. Esetleg egy kis sárgával is lehet. És akkor ezeket a részeket, a világosabbakat először kitöltitek. Aztán a sötétebb, majd egy picivel ugye több barnát adtok hozzá, és úgy haladtok ugye az orrától ide. Csak ilyen irányba az ecsettel. 6 éves. Zsiráf az pont van egyébként tényleg a repertoárba. Jó, tehát ezt azoknak mutatom, akik már kész vannak a háttérrel. Le van lakkozva ez az akril kép egyébként, és azért csillog ennyire. Azt mutassam meg. Nagyon nagy lesz, nem lesz a siberetér. Zsiráfos érdeklődőnek mutatom. De most ez, ugye ez hatalmas mászon, és bele se fér a képbe. Hopsz, egy süné is itt van. Na mindegy, ez itt nem a reklám helye. Hopsz, és bejött, és meg ki is megy. Benézetesik. Jó? Oxika. Na. Feshetnénk akár oroszlánt is. Szia, Halmos Ágnes. Jó, tehát akkor egy picit töltögetem most tovább. Azok kedvére, aki már nagyon-nagyon előre haladtak. Hova lett a rókám? Jaj, itt van. Referencia ki.
Jó, tehát itt az ecset hegyével lehet majd teljesen, hogyha van ilyen hegyes ecsetetek, csak az, az utolsó szálával festeni. Úgy tudok ugye vékony vonalakat csinálni, hogy megtámasztom a kezem, legörgetem úgy az ecsetet, hogy csak a hegyén legyen festék. Megtámasztom, és akkor szépen ugye innen indulok, ahol vastagabb a fa. Hát akkor ide még húzok még egyet. És akkor ugye közel fogom, és akkor folyamatosan emelem fel. És úgy, hopp, elvékonyodott. Még egyszer magyarázd, léci az ágat. Oké, na figyelj. Hegyes ecset, ten van nekem, a leghegyesebbet választ. Fehérbe teszem az ecsetemet, ide a fehér festékbe. Próbálom úgy görgetni, hogy ugye hegyes maradjon, ne legyen rajta ilyen hatalmas nagy festék bumszli, tehát hogy így legörgetem, és szépen ugye a felesleg így lejön, tehát csak a hegyén van. És akkor itt van ugye egy vastagabb ág, innen fog kiindulni, úgyhogy a kezemet megtámasztom. Viszonylag közel fogom az ecsetet, tehát hogy amennyire csak tudom, úgy tudok ugye pontosakat húzni. És akkor innen indulok ki. Itt egy kicsit ugye még rányomom, és folyamatosan emelem fel. Így, és a végén már látod, csak az ecset utolsó hegyével rajzolok, így vékonyodik. Visszafele már nem húzom, mert akkor itt is vastag lesz. Itt a tetején. Tehát csak innentől felfele. Csak a róka hiányzik. Szuper vagy. Jó, tehát akinek megvan a háttér, mindjárt nekünk is meg lesz, az megcsinálhatja a kis pofiát, ugye a hasát, a farkát, ezzel az ilyen paszteles barnával, tehát fehér és egy kis barna, esetleg sárga. Kész vannak a fák. Az igen, tehát ezeket a részeket, ami világosabb. És ha tényleg nem tudtok mit csinálni, akkor vegyétek egy picit elő az eredeti képet, és akkor segít, hogy milyen színek lehetnek még benne, vagy mondom én is. Tehát ez egy ilyen világosabb, barna alapszíne van ezeknek a részeknek, amit ugye itt külön elválasztottunk. A többi, a róka, az narancsárga. Jó. Azt hiszem, hogy lassan én is meg vagyok. Kimosom ezt az ecsetemet, ezt a hegyeset. Kitörlöm. Visszamehetek egy picit a zöldre, a világos zöldre, és akkor egy pár ilyen barázdát fogok betenni. Jó? A fára, nem kell nagyon sokat, ilyen szép fékonyakat ide-oda, egy ilyen kis félkört is lehet. Hova kell világos barna? Világos barna? És csak ide, ugye erre a két részre, a kis arcocskájánál. Ide a mellkasára, a farka végére kell még. Utána egy picit sötétítünk, ugye egyes részeken majd. Jó, de mindjárt oda is eljutunk. Egyébként ez a fázás, ez mindjárt vége. Rozi, visszateszed nekem? Uh-huh. Vagy semmi. Jó, mindegy. Hát ez egy picit mindását. Ja. Szóval, hegyes ecset, pici zöld ecset. Hegyén van, csak festék, és akkor mondom, egy-kettő vonalkát behúzok. Nem esünk azért túlzásokba, csak tényleg egy párat, ilyen vékonyan, hogyha tudjátok, csak az ecset hegyét oda érinteni. Jó, nagyon sokan kész vagytok már, ezt örömmel hallom. Úgyhogy akkor mindjárt én is elkezdem. Thank you.
Nem, ez teljesen. Magyar vizslát, tukán! Basszus! Ez madár? Hova? Nem annak van ilyen nagy tokája? De lehet! Egzotikus madár szerintem. Csak tudjuk azt. Jó, ide is teszek egy kis odut. Valaki mérges fejet küldött? Miért kapunk mérges fejet, srácok? De akar inkább megírni, hogy miért. Mi a baj? Kész vagytok? Vagy még lehet, hogy nem vagytok kész? Tudom, hogy különböző tempóban haladunk, de ugye aki egy kicsit lemaradt, az vissza tudja nézni. Viszont vannak már, akik nagyon-nagyon elhúztak. Hát meg vannak 2 évesek, akik azért lassabban festenek. Így van. Tehát mindenféle korosztály van most, de... Milyen színnel húzogatsz a fában? Figyelj csak, ez a háttérszín, jó? Tehát, hogy lehet ez a világos zölded, vagy amivel csináltad a hátteret, össze lehet egy kicsit keverni, vagy önmagában ez a zöld. Igazából olyan kevés festék van az ecsetemen, hogy annyira nem fog látszani, hogy pontosan mi, nem nagyon kevergetem itt, csak egy picike világos zöldet teszek az ecsetre. Mi az a mérges föl, gyerekek? De mennyi? Azért, mert most beindult a mérges fejes. De rengeteg szívecskét kapunk, meg nevetős fejet, meg lájkot. Igazából szerintem ez jóban számít. Hm? Jó? Jó, az ott van a sok szívecske. Köszönjük szépen! Így van, mondjátok, hogyha valami van még esetleg. Fehérre? Persze. Tehát a fehér az mondjuk akrilosoknál tudunk vele javítani a fehérre, hogyha egy picit belementünk, de nem muszáj. Nem muszáj. Kicsit ugye visszatettem ezeket a kis vonalkákat, az a lényeg, hogy az vissza legyen téve. Így belehúzva a fába, így lesz egy picit érdekesebb. Én úgy haladok, mint te. Miről maradtál le? Hát szerintem semmiről. Semmiről. Egy kicsit megbordáztuk itt a fát. Sokan kész vannak. Ha feketével kontúrozunk, az probléma? Nem. Ahogy neked tetszik, tehát hogy nem probléma, hogyha kontúrozzol. Én itt nem fogom ezt a részt kontúrozni. Igazából a róka sincs, nagyon az orrában van egy kis fekete. Hú, Ági, szerintem a többieknél van hang, remélem. Megakad a videó, jaj. Sokan vagytok most egy picit. Milyen színű az orra? Fekete? És ha megszárad, akkor van benne egy pici fehér, ilyen csillanás. Jó, de akkor vázolom mindjárt a következő lépést, egy tiszta ecsettel. Jó, tehát akkor egy kicsit elkezdek kevergetni itt egy nagyon pici barnát először a fehérbe, ugye megnézzük, hogy ebből mi lesz. Először még halvány színt szeretnék az alapnak. Egy halvány barnát. Jó, örülök, hogy van akinél tökéletes. Valószínűleg, hogy festünk barnát. Barna, zöld és piros volt. Zöld és piros. Abból próbáld meg kikeverni. És akkor egészen halványon. Fest meg már a többit. Jaj, jól van, festem. Jó, tehát van, aki azt hiszem, hogy eléggé kész van. Szuper. Jó, tehát kezdjük szépen egy ilyen halványabb színnel. Hogyha túl sötét, akkor tudunk még hozzáadni már a vászonhoz is fehére. És akkor itt szépen óvatosan a vonalnál behúzom mellette. Próbálok ugye nem rámenni, de hogyha egy kicsit rámegyünk, az se probléma, mert a narancsárga az egy sötétebb szín, tehát rá fogunk tudni takarni. A belseje azt is csinálhatod, hogy egy nagyon pici fekete, vagy ha szeretnétek, akkor lehet barna is. Az eredetén ott fekete egyébként,
halványon van betéve, tehát nagyon kevéske feketét használtunk. Most milyen színt használok? Egy pici barnát kevertem a fehérhez. Jó, tehát egy halványabb barnára lesz szükségünk, mert utána lesz még egy erősebb. A pirt és a szemét le kell lefesteni. A szemét kihagyhatod, hogy tud, hogy hol van. A pirt ezt betehetjük utólag is. Megszárad, és akkor betesszük. Aki esetleg vízfestékkel fest, annak azt ajánlanám, hogy hagyja ki azt a kis kört. Jó, írsz? Jó. Jó, majd a Rozi akkor mindjárt válaszol nektek. Kérdésekre, és akkor tudunk haladni, és... Így van, így van, így van. Tehát akkor én festek, Rozi válaszol. Üzenetben, vagy oda kommentben. Szépen látszik, szépen. Jó, egy kicsit csillog még, mert ugye nedves nekem. Itt szóban, tehát így ki lehet hagyni, és akkor tudjátok, hogy hol van. De ha befestitek, az se probléma, hogy a fekete erősebb, tehát hogy szépen rá tudjuk utólag is festeni. De ezt a kis piros kört, ezt én most lefestem, azt majd száradás után tudom betenni. Vízfestékesek szerintem hagyják ki. Legyen lófestés. Egy pillanatra megmutatjuk a készmintát. Jó, beúsztathatod a képbe, persze. Jó, jön a készminta. Nézzétek. Nem tudom, hogy így látszik-e. Kicsit fényes, de látszik. Ugye a füle az egy picivel halványabb egyébként. Lehet, hogy az annyira itt nem jön át, de... Közben ugye akrillal haladnunk kell, mert elég gyorsan szárad. És hogyha egy területet elkezdünk, akkor azt ugye be is fejezzük. Mindenképpen az akrill festékkel. Na, ez megvan, és akkor megyek a mellkasára. Ugyanezzel próbálok valami hasonlót kikeverni, tehát egy ilyen halványabb barnát. Dinoszaurusz. A szemét azt át lehet festeni, nem? És akkor majd... Át lehet, persze. Az csak egy segítségből hagytam ki, hogy tudjuk, hogy hol is van. És egyébként akvarell ceruzánval rajzoltam elő. Hogy másoltam át ezt a rókát. Rózsaszín hogy lesz? Miből kell keverni? Mivel kell keverni a rózsaszínt? Hát figyelj, fehér, be egy nagyon pici pirosat teszel. Jó, tehát egy icipicit tegyél egyenlőre a fehérhez, és úgy lesz a rózsaszín. Jó, azt mondja, hol tartottunk? A farkánál. A rókaszínét, az miből is kevertek ki? Színét? A világosabb mellkas részeket? Hát meg ezeket? A pofia? A fehérhez megy egy icipici barna. Akinek sárgája van, esetleg azt is tehet bele. Ó, elég óvatosan, de egyébként ebből a két színből. Tehát fehér és egy nagyon pici barna. Ugye világosabb alapszínt teszünk föl, mert mindjárt egy sötétebbet rá kell, hogy fessek. Hogy még érdekesebb legyen. Jó, tehát mondom, egy picivel több barnát fogunk majd hozzátenni ehhez a meglévőhöz.
És akkor az orrától kiindulok, és húzom felfele. Így van. Jó? Jó, oké. Edina, meg vagy a sötétebbekkel is? Tehát már az is kész van? Mert utána mehet akkor a narancssárga. Picit akkor megint megmutatjuk az eredetét, jó? Tehát most csinálom ezeket a sötétebb részeket, ugye a mellkasába is lesz egy pici. A komment. Az anya kérdezi Brigi, hogy a fákér színek miből keverjük ki, ha meg... Istenem. Jó, Brigitta a kérdésére majd később válaszolok privát üzenetben. Na, örülök, gyerkőcök. Jó, tehát egy picit akkor a hasába is teszünk egy egészen kis vékony ilyen sötétítést. Ugye minél több tónus van benne, annál szebb. Kidolgozottabb, és akkor mindjárt a farkába is egy picivel sötétebbet. Az akrilba, meg a vászonba, ugye az a jó, hogy száradás után tudunk javítgatni, tehát megszárad, és akkor, ha valami sötét lett, vagy világos lett, akkor azt még ki tudjuk utána javítani. Jó? Na, ezzel meg is volnánk. Szuper. Jó? Tehát majd ezután ugye kimossuk, kitöröljük az ecsetet. Ugye lesz még ilyen? Lesz még ilyen, Reni. Általában így szerdánként. Igen, gyerekeknek szerdánként fixen. Így van. Készül leszünk még, illetve szombaton. Na, mi az a... Jaj, de sok a mérges. Nem vagytok kész, vagy nagyon kész vagytok? Ó, hát szóljatok! Egy picit kicsúsztunk. Jó, mert itt közben két telefonnal vesszük. Ennyi a farka, srácok. Jó, ennyi. Bocsi. De, látni, ennyi, nézd, csak idáig tart. Tehát ennyi van rajta egyébként. Itt egy picit ugye leragasztottam azért ez a csík. De ennyi a farkinca. Minél kicsit még itt javítgatok rajta. Picit felrebb húzom. Jó, örülök. Bocsi. Jó. Ezt az instás telefont, ezt egy picit... Itt meg ők nem látják, így látod? Tehát vagy a másik oldalra tedd. Mert így nem látszik, ja, tehát vagy látszik, vagy nem. Home office, ő azt mondja, hogy a kora esti időpont is nagyon jó. Hát figyelj, narancssárgához? Nem, először úgy csinálom, hogy kitöltöm teljesen narancssárgával. Attól függ, hogy ugye milyen erősre szeretnéd a rókát. Hogyha egy kicsit halványabbra szeretnéd, akkor persze keverhetsz hozzá. De egyébként ez egy nagyon egyszerű kép, csak narancssárgával lefestem az egészet. És akkor utána lehet egy picit egyébként árnyalni, hogyha ha megvan, tehát akkor lehet majd fehéreket esetleg belehúzni, vagy sötétebb színt. Most akkor kitöltjük, elkezdem itt a fülénél, ugye mindig balról fentről szoktuk kezdeni. Nem tudom beállítani, úgyhogy minden látszódjon. Akkor azt lőd ki, az nem kell. Jó, instásoknak üzenjük, hogy Facebookra jöjjenek. Át is ott nézzék, mert kicsit nehezen fér el a két készülék.
Én variáltam a faket, jó, abszolút. Nyugodtan. Alig várom, mi is várunk. Hát eredetileg ugye a róka farkincája az olyan színű, mint a teste, és a vége az... A vége egy kicsit világosabb, igen. Nagyon san, akkor ezt itt elkezdjük. Ugye mindig a szélekkel kezdem, lehúzom az ecsetet. És kicsit bekontúrozom itt, hogy ez pontosan meglegyen. Ilyenkor mehet egy picike víz is akár a tetejére, hogy jobban, szépen tudjak festeni, és kicsit meg is gyorsítja a víz. Na, nagyon picit, azt hiszem, hogy szárítgatok, jó? Mizu, minden oké? Mértem a mérges fejeket, most nem látszik valami? Igen? Ó, hát jó. Én próbálkozom. Jó, nem majd folytatom, mert szerintem meg vagyunk. Lassan. Jó, tehát a lényeg, hogy ezek a fej melletti vonalak elég pontosan be legyenek húzva, és utána már csak kitöltöm. Így van. Tehát, hogyha ha van pirosod és sárgád, akkor azokat keverd össze. Minden tök jó, nem problémázok a mérgeseket. Jó, nem problémázok, meg nyugodtan nem nézem. Jó, tehát piros és sárgából lesz a narancs. Nem tudom, mi lesz felrakni, ugye? Hát, megpróbálhatod, de. Hogy zavar? Jó, engem nem zavar. Hol tudom, mert mi már készen vagyunk. Ó, oké, Kata. Szuper. A farka narancssárga. Nézzétek csak, tehát ez a része is nari. De mostantól szerintem ignoráljuk őket. Jó, mi is utána. Megiszunk egy bambit. Jó, tehát most befestettem a fülét teljesen. Ez a sötétebb része, ez majd utólag, hogyha megszárad, én úgy csinálom most. Itt az akrillal talán szerintem könnyebb rögtön kifesteni. És akkor jön is a teste. Fekete egyébként. Én egy kevéske feketét fogok ott elkenni, icipici feketét ugye az ecsetem, mert egy kicsit ilyen átlátszósra van egyébként hagyva az eredetén. Jó, no, nem baj. Feltesszük a videót, úgyhogy ezt most vissza tudjátok nézni. Jó, és hogyha megvagytok, akkor még mindenképpen küldjétek el nekünk, vagy kommentbe, vagy üzibe, vagy ahogy szeretnétek. Akrillal lakkal szoktuk a végét. Itt van, hogy milyen lakkal szoktuk a végét.
Ja, hát egyébként nem feltétlenül kell lelakkozni, de ha van akrilspray nálad, akkor le lehet a vásznat. Ugye akkor jó fényes lesz. Az egésszel kész vagy, Timi? Nagyon szuper vagy. Haladtok. Jó, próbálok én is haladni. Mutatni. Ezt mutat. Jó. Jó, valaki kérdezte a lakkot, úgyhogy gyorsan beúsztatom. Akár egy ilyennel is lehet egyébként, ha szeretnétek. Jó, na mindjárt meg vagyunk a testével, és szépen ide be gömbölyítem, így az ecsetvonásokat egy kicsit próbálom követni a testének az alakját. Jó. Oké, és akkor farkinca. Látszik a farkinca? Látszik? Jó. Leszedem ugye a felesleget, próbálom a hegyére megint rátenni. Ezeknél a kis részleteknél lényeges, hogy tetején legyen, és maximum egy pici vizet lehet, ugye? Főleg vászonnál muszáj a vizet használni, különben túl száraz lesz a vászon. Jó. Köszönjük, hogy itt voltatok, így van. Legközelebb a Kotali. Jó. Hú, meg vagyok. Jó, egy kicsit akkor ezt most hagyom száradni, jó? Mindjárt még a testén egy kicsit azért alakíthatunk, vagy szállíthatok is rajta. De azok kedvére, akik kész vannak, most váltanék egy hegyes ecsetre és feketére. Na jó, de egy minimálisat azért szárítunk rajta, jó? Csak hogy ne kenjem el ugye a kezemmel, próbálom nem elkenni, ezért szárítottam egy nagyon picit rajta. És akkor lássuk azt a kis szemét. Egy ilyen hosszúkás babszem gyakorlatilag, tehát itt tényleg egy kis hegyes ecsetetek, ha van, az a könnyű. Egyébként akkoros filccel is le lehet csalni. Cuki szeme megvan. Ó, köszönjük, Melinda, gyertek legközelebb is. És akkor van olyan közületek, akik még nem is volt élményfestésen? Nagyon jó dolog egyébként az élményfestés. Szerintem kikapcsolódás. Lehet közben rákcsálni, borozgatni, fotózgatni. És akkor 3 óráig aktívan megfestünk egy 40x50-es vásznat. Jó. Na, akkor reméljük, hogy nem sokára kinyithatunk, és jöhettek festeni. Ezt a picit el kell. Jó, és akkor még a nózit is gyorsan megcsinálom. Feketével. Ez az első. Szupi. De jó dolog ez az online festés, nem? Tényleg mindenkinek van lehetősége a világ minden tájáról velünk együtt festeni. Thank you.
De jó! Jó. Akkor nem így kérdezitek. Jó, hát akkor tudjátok majd most már, hogy mi ez az egész, és hogyha jöttök, akkor már nagyon jó fog menni. Mi Bécsből festünk. Szuperek vagytok Bécsből, de jó én. És Bécsbe is van egyébként élményfestés? Ez mindenhol van, nem? Jó, Nózi, oké, ugye ennek is száradnia kell. Most akkor mindjárt megcsinálhatjuk akár a fülét is. Hogyan tudtok képet küldeni nektek, kérdezi Mónika. Szerintem a kézképre gondol. Igen, a itt a Facebookon üzenetbe. Messengeren üzenetbe. Az óra milyen színű? Fekete. Fekete, sima fekete a Nózi. Jó, jó, jó. Korábban lenne jó, értem. Jó, köszönjük Gabi és Kamilla. Sziasztok, nagyon sokan kész vagytok már viszont. Jó, jó, jó. Tehát akkor most a fülét fogom megcsinálni. Tehát egy kicsit kevesebb festéket használok most már. Lehúzom az ecsetemet. Akár a tányér szélén is. Lehet szedni a felesleget, és akkor egy pici víz mehet a hegyére, és be is rajzolhatom ugye a fülének a belsejét, követem a feje vonalát, felhúzom, és gyakorlatilag egy háromszög. Pici vízre lehet, hogy mindig szükség lesz. Tehát ez nem egy olyan tömör fekete, kicsit ilyen átlátszósabb. Mert hogy nagyon kevés festéket használok, tehát eláztatni semmiképp nem kell, hanem csak kevés festék az a titka. Köszönjük, nagyon köszönjük, királyok vagytok. Örülök, örülök. Jó, van. Jó, a másik dolog is ugyanez, ez a kis fülecske itt. Kicsi fekete, tehát szépen lehúzzuk. Tényleg csak nézzétek az ecsetemet. Próbálom megmutatni, hogy nem nagyon láttok rajta festéket, mert tényleg csak ide a szélébe mártogatom. Egészen kicsit. Fekete a füle. Fekete, csak kevés. Jó, tehát pici festék, és egy kis vízzel szépen eldolgozzuk itt a narancssárgán. Így van az eredetén is egyébként. Jó? Szupi. És akkor majd kimossuk. Kimossuk az ecsetet, kitöröljük, ugye nem maradjon benne fekete. Tehát akiknek, azoknak mondom, akik már kész vannak, hogy most már megcsinálhatjuk az arcát. Kisebb ecsettel kört fogunk csinálni, ugye rózsaszínnel. Ehhez kell nekünk fehér és egy kis piros. Mindjárt egy kis mennyiségben kikeverem. Elég nekünk csak egy egészen kevéske. És nem is kell, hogy nagyon piros legyen, tehát inkább fehér. De mindjárt megnézzük a vásznon, hogy mit sikerült. Alkossak. Hát ez pedig nagyon-nagyon világos, nagyon halvány, akkor egy picit pirosat még teszek. Felesleges festéket ugye most is a tányér szélen el lehet húzni. Kezdek túl sok piros. Ez a fehér és a pirosnak a keveréke, ez a cuki kis piros pötty. Pirula róka. Ebből nem látszik valami egyébként? Hát annyira nem sok látszik egyébként a képernyőn. Nagyon paszteleset csináltam, de akkor mindjárt kicsi pirosat még el festek benne. Aha. Jó, tehát csak egy kört, és akkor kiszíneztem, ennyit csináltam. Másik oldalon is megcsináljuk.
És akkor ne féltek, most már tényleg nem sok van. Mi zsírkrétával rajzolunk? Jó, jó, teljesen jó a zsírkréta is. Tehát így nézem a személyhez kb. Hogy kóva kell befesteni, alá gyakorlatilag. Jó? 17? De szuper. Nagyon jó. Jó. Oké. Na, ha ez megvan, akkor ugye megint kimossuk az ecsetet. Jó. Oké. Jó, tehát olyanokat lehet még esetleg csinálni a rókán, hogy egy picit sötétíthetünk rajta, vagy betesszük majd ugye ezeket a foltokat a fejére. Most hogy megy egy sötétítés? Vehetünk mondjuk narancssárgát, és egy nagyon pici feketét. Ugye így kapunk egy ilyen szürkésebb narancssárgát. És akkor szépen lehúzzuk itt is az ecsetünket. Mindjárt megnézem, hogy milyen lesz. Ó, igen, igen, igen. Tehát minél több szín van benne, annál érdekesebb. Kicsit kiemelem ezt a fülét is. Esetleg itt a feje tetejét. Kis kujófej. Ha. Majd én már rajta vagyok. Jó, ide is egy picit még behúzok egy ilyen tónuskát. Tehát egy sötétebb részt. És akkor az egész kép az sokkal profibbnak fog tűnni. Reméljük, hogy ez a rész már nálatok is száraz, hogyha nem, akkor szárítsunk egy picit rá. Jó, azt mondja, hogy lehet még ugye a feje alá betenni egy árnyékot, az is nagyon sokat tud dobni. Az egészen, hogyha itt szépen elválik a feje a testétől, tehát ide húzok most szépen, itt egy kicsit bekontúrozom. Jó, aztán egy kicsit akár lejjebb is lehet így, lefele húzom az ecsetemet. És akkor itt lesz egy ilyen kis árnyék gyakorlatilag. Jó, még egy kicsit teszek a farkára, aztán ennyi. Látszik a farka? Látszik a farka is? Látszik. Itt látszik, aha. Jó, oké. Jó, és akkor szerintem utolsó lépéseknél vagyunk most már lassan. Tehát kikeverhetünk most egy világosabb sárgát. Ugye a fehérre lesz szükségünk, és a narancssárgára. Icipici narancssárga a fehérhez. Akkor vannak a feje tetején ilyen kis szűröcskék, ilyen hosszabb dolgok. Ugye megint lehúzom a tányér szélén majd az ecsetemet egy kicsit, hogy hegyes legyen. És akkor vonalkázok, szűrözök egy kicsit. Jó, tehát egy párat, elég ilyen szép nagyokat.
behúzni ide, és akkor lássuk, van-e még valahol kicsit itt világosabb a háta. Tehát ugyanezzel a színnel picit kivilágosítom itt a hátát. Lába? Hol? Nincs lába. Nem tudok róla, hogy lenne lába. Tehát itt van egy kis has rész. Szőröket milyen színből? Hát figyelj csak, volt ez a narancssárga, amit használtunk, és akkor egy pici fehér. Látod? Tehát a narancssárgából van most kevesebb, hogy világosabb színt kapjunk. És akkor itt elkezdem egy kis helyen kevergetni. Tehát a lényeg az, hogy az alapszínünknél egy világosabb, ilyen krémes színt kapunk. Még úgy is, hogy nem festek, hogy hangját hallogatni, amúgy jó érzi. Oh my god, thank you so much. Csoda. Kaptunk egy nagyon pozitív, is volt, Istenem. Bugó hangom. Nincs zene, gyerekek? Nincs? Igen. Nincs? Dizsi? Jó, azt mondja, hogy háta, jó, és akkor a farkában még rakunk egy-kettő ilyen hát szőrözgetést, jó? Ez a paszteles, világosabb nari sárga. Ugyanennyi, csak egy pár ecsetvonás, és akkor gyakorlatilag meg vagyunk. Jó, tehát ez egy ilyen kis egyszerű képecske most. Köszönjük, Krisztina, hogy velünk voltál. Hú, az orrába, elfelejtsük azért még visszatenni azt a csillanást, mielőtt még abba hagyjátok. Kimossok az ecsetet, kitöröljük, csak a hegyét belemátjuk a fehérbe. És akkor mindjárt egy ilyen domború, vagy ívelt, hoppácska, ívelt vonalat húzok az orrába. Szőröket milyen színből? Volt az alapszínünk, a narancssárga, amivel a rókát festetted ki. Tehát ahhoz kell egy kis fehér. A lényeg az, hogy több legyen a fehér, kevesebb a sárga, hogy ugye világosabb színt kapjunk, mint az alapszín. Jó, tehát ezt kevergettem, nem tudom, hogy kamerába hogy látszik, de egy ilyen paszteles narancssárga. Jó, és akkor lehet az orrában, mondom, egy kis csillanást tenni. Megszáradt a fekete, természetesen csak akkor, hogyha nem, akkor megszárítjátok, de szerintem már meg kell, hogy száradjon. És ez csak egy pici ívelt vonal fehérrel. Finito. Jó, hát szeretnétek még rajta pingálgatni, javítgatni, akkor lehet. Ugye várjuk az eredményeket mindenképpen majd üzenetben. És akkor nézegessétek a weboldalunkat, Facebookunkat, hogy ha esetleg tetszik valamelyik kép, akkor meg tudjátok rendelni és otthon megfesteni, ugyanúgy, mint ahogy egy ugye élményfestésen. Csak most sajnos nem tudjuk őket megtartani, viszont otthon meg tudjátok festeni videó alapján. Hogy rakunk csillanást, ha nincs fehér szín? Mi van még otthon, ami fehér lehet, esetleg hibajavító? Hát feketében már úgy lehet, hogy nehéz. Gondolkozom. Körömlak, fehér. Jó, tehát egyébként most kész vagyok, de még lehet egy kicsit rajta így javítgatni is nyugodtan. Hogyha érzitek, akkor ide-oda sötét világosat be lehet tenni, de egyébként szerintem meg vagyunk. Ha valamiért nem lett egy nemű, egy nemű? Az mit jelent? Nem egységes? Mivel festettél, attól függ. Ugye akrillal? Lehet, hogy egy kicsit sok lett a víz. Ugye ott elég gyorsan el kell kenjük az akrilt ahhoz, hogy ugye az ecsetvonások ne látszódjanak. Ponttól pontig húzom mindig, ugye itt a szalag, de mindjárt felhúzom és megmutatom, hogy milyen a szalag alatt. Tehát az akrilt elég gyorsan szárad, egy pici víz kell hozzá, és akkor folyamatosan kell az ecsetünket húzni, hogy ne legyenek ecsetvonás nyomok. Jaj, kaptunk egy képet, nagyon köszönjük, nagyon-nagyon szép aranyos képet.
Na, még valamit piszmogok rajta egy picit. Árnyékoljuk, ja, a sötétebb színre gondolsz? Akkor ugye narancssárga, tehát az alapszínünk, amivel kifestettük a rókát, valami leesett. Hozzá egy icipici fekete, ugye óvatosan a feketével, mert az eléggé befog minden szín, tehát egy nagyon picit tegyél az ecset hegyére, oda keverjük, látod, így a narancssárgához, a széléhez, kis mennyiség ugye elég most nekünk. Kapunk egy ilyen szürkés színt, és akkor lehúzzuk az ecsetet, hogy nem kell sok festék. Viszont egy pici víz érdemes, és akkor mindjárt megmutatom valahol. Jó, tehát egy icipicivel sötétebb gyakorlatilag, nem kell, hogy nagyon elüssön. Túl sötét, akkor még mindig tudtok hozzátenni narancssárgát, vagy egy új helyen kikeverni megint egy ilyen sötétebb, szürkésebb narit. És ugye száradás után tudunk javítgatni bármin. Tehát ha még nem szereztetek be akrilfestéket, akkor egyébként érdemes, mert rá lehet szokni elég jól, elég rendesen, mert nagyon jó az akril. Szépen lehet vele dolgozni, igen. Az nem gond, ha temperával festünk? Nem, az nem gond. A múltkor egyébként én is temperával festettem meg a nyuszit, annak a matiné sorozatnak a... Hát az első részét mindjárt előkeressük, hogy akvarell papír a temperával, hogy nézett ki. Uti? És csak ide beúsztatom egy percre. Egy kicsit most közel van egyébként, de így nézett ki a nyuszika. Lehet, hogy többen velünk is festettetek akkor. Jó, és akkor ez a maszkolás is egy jó ötlet, hogyha van otthon apának ilyen papírszalagja, és ne talántán lapra vagy akvarellapra festetek, akkor ugye leragasztottam itt a szélét, és mindjárt felveszem, és olyan jó lesz, hogy az a legjobb része. Reméljük, hogy nem nagyon ragadt rá, és tépi fel a széle. Beindult a buli. Hopszika, ott egy picikét. Hát óvatosan kell, igen, ezzel is, mert ha ráfolyik a víz, akkor egy kicsit lehet, hogy feltépi. Jaj, ne tép fel. De elvileg ugye a papírszalag az nem kéne, hogy károsítsa a lapunkat. Jó. Lassan kész vagytok, szuperek vagytok. Jó, és akkor... Jó. Szuper. Jó. A nyuszi? Nagyszerű. Hát, egy kicsit megkapta. Egy picikét a szélét, de viszont lett így egy kis kerete az egésznek. Mint a sebb tapasztó, tépem le, és akkor mindjárt megmutatom. Hogyha lehúzom, hogy is néz ez ki. Juici! Tekó! Szia! Nem tudom. Instásoktól lakszon elköszönünk, jó? Köszönjük, hogy itt is velünk voltatok. És akkor nézzetek szét a weboldalunkon, mert rengeteg csomagot állítunk most össze. Élményfestő csomagot természetesen. Szóval, hogyha van kedvetek, akkor az otthonotokba is el tudjuk küldeni az élményfestést. Sziasztok, instások! Jó, na Muti. Ó, és akkor ott van a referencia kép. Enikő nagy élmény volt. Ha, örülök! Jó, tehát így ez a széle ilyen lett. Ott még egy kicsit ott maradt a papír. De ez is egy jó opció. Nyugodtan beszéljetek, itt a vége. Ja, igen.
csináljak? Jó, kicsit megtartod. Szóval a gyerekprogrammal legközelebb jövő hét szerdán jelentkezünk. Át fogjuk nézni az összes-összes kérést, és felállítunk majd egy listát, mire jött a legtöbb szavazat, és akkor majd jelentkezünk. A jodafestés az még jelenleg nincs fönn, de remélhetőleg a csomagjaink között holnaptól megtaláljátok a weboldalon. Érdemes majd azt is figyelemmel kísérni, mert rengeteg új lehetőségünk lesz. Tudtok tőlünk eszközöket is vásárolni, hogyha valakinek esetleg nem lenne fönt felszerelése, vagy otthon. Úgyhogy, hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Kaméleont is festhetünk, teknőst is festhetünk. Annyi-annyi téma jött, hogy nem is tudjuk hirtelen feldolgozni. Mi köszönjük, hogy itt voltatok. Lovat, unikornist, bármit, amit csak szeretnétek. Sáros malackát is. Judit most iszik két kortyot, mert kiszáradt a torka. Jaj, hát köszönjük, Bogica. Na hát reméljük, hogy élveztétek. Judit is visszatért. Jó. Szerintem lassan elköszönünk. Próbálom. Ó, igen, itt vagyunk. Sziasztok. Akkor, akkor legközelebb, mint ahogy a Rozi mondta, majd folytatjuk. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszi a képeket, nagyon szuperek lettek. Hello. Sziasztok.